Köszöntöm Önöket, gazdasági magazin műsorunkat látják a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával. A kis és középvállalkozásoknak jelent nagyobb lehetőséget a határ mindkét oldalán a Kereskedelmi és Iparkamara új horvát-magyar tagozata. A hazai kezdeményezésre létrejövő kapcsolat segítséget nyújt a két ország cégeinek, hogy új piaci lehetőségeket találjanak. Július 11-én délután újjálakult a több évtizedes dél-dunántúli és horvát kapcsolat kereskedelmi és iparkamarai szinten. Remélem, hogy kicsit más irányba fog terelődni a munka, mint a jogelődje ennek a kezdeményezésnek. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos lehet azon cégek számára, akik ugye Horvátországban szeretnének tovább fejleszteni, illetve tovább lépni. És azt gondolom, hogy főleg azoknak a cégeknek válik hasznára ez a kezdeményezés, akik személyes kapcsolatokkal úgymond nem rendelkeznek Horvátországban, ugyanis Horvátország Európai Uniós csatlakozásával, illetve határok megnyitásával nyilván egyre több lehetőséghez juthatnak a magyar vállalkozások. Gyakorlatilag minden szektorban kitörési pontra van lehetőség. Igazából a magyar oldal kezdeményezése hiányzik, ugyanis Magyarország rendelkezik már kellő Európai Uniós tapasztalattal, és azt gondolom, hogy a határmenti régióban a cégek is sokkal inkább kezdeményezhetnének Horvátország felé, hisz tapasztalatom szerint a cégek szeretete várják a magyar vállalkozókat. Bízom abban, hogy ezzel a határ közelsége és cégünk tud olyan erős lenni, hogy a Horvátország uniós csatlakozásával együtt, amikor a határon lévő átjutása mondjuk az embereknek, vagy ez az átjárhatóság sokkal könnyebb lesz, akkor bízok abban, hogy cégünket ki tudjuk terjeszteni. Mi jelen például hangfény színpadtechnikával foglalkozunk, jelenleg Baranyatóna és Somogy az a terület, ami elsősorban a célpiacunk, és távolságban tulajdonképpen egy eszék vagy egy határközeli horvát település az kvázi Kaposvár távolságban van, így nagyon könnyen elérhetővé válhat. Bízunk abban, hogy egyik cégemmel pont ezért ezt a hangfényszínpadtechnikai szolgáltatást ki tudjuk a határon túlra terjeszteni, illetve úgy tudom, hogy a fesztivál és a fesztivál turizmus Horvátországban remélhetőleg új lendületet fog kapni, mert a magyaroknak elég nagy tapasztalata van. A másik cége, amivel érkeztem, az pedig egy komplex szolgáltatást nyújt, az inkább épületek, építőiparban lévő speciális technológiák, speciális tűzvédelmi rendszerek, kamerarendszerek, megfigyelőrendszerek, hangtechnikai eszközök, és ezeknek az installálása egy kulturális komplexumban, sportkomplexumban, vagy egy intelligens házba. Tehát ez a két terület az, amivel szeretnék határon túlra egy picit átnyúlni. Az alakuló ülésen elhangzott, a globalizációs világ átalakul, és nem csak unió szinten, éppen ezért a helyi és kistérségi kapcsolatok felértékelődnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezért döntött úgy, hogy a szomszédos országokkal a gazdaság szereplőinek a szorosabb kapcsolatát, üzleti lehetőségeit jobban feltárva segítse a határ mindkét oldalán a kis- és középvállalkozásoknak egyrészt a stabilitását, másrészt pedig a piaci lehetőségeinek a növelését. Ezért most megalakul egy vagy a horvát tagozat, amelynek ugye már Horvátországban is lesz egy lába. Itt Baranyai és Somogy megye fogja gesztorálni ezt a témát, és a vállalkozó érdeklődésekből is látszik, meg az előkészítések során is azt tapasztaltuk, hogy az a kollega nő, aki már munkába is állt, a vállalkozásokat, hogy így mondjam, egyenként viszi Horvátországba, és eddig nagyon biztatóak a kapcsolatok, mert több vállalkozás jött úgy vissza, hogy üzletet is kötöttek. Na most nyilván az uniós csatlakozás is valamit segít ezen, mert ugye azért a schengeni határ nem változik, tehát ott nem lesz könnyítés. Azon kívül azt el kell mondani, hogy nem lesz egyszerű. Tudnélik Horvátországban sokkal komolyabban védik a helyi vállalkozásokat, mindezt mi tesszük sokszor. Tehát itt tényleg nagyon határozott és nagyon korrekt üzleti kapcsolatokkal lehet csak eredményt elérni mindkét oldalon. Ehhez kíván a kamara olyan segítséget nyújtani,
hogy tényleg a lehető leghasznosabb üzleti kapcsolatok jöjjenek létre. Az ülésen megválasztották a tagozat magyar elnökét is, aki dr. Kéri István, a Pécs-Baranyai Kamara elnöke is egyben. Fókuszban a munkatörvénykönyve változásai címmel tartottak tájékoztatót a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában július elején. A munkatörvénykönyvéről szóló ez évi első törvény július 1-jével lépett hatályba. Ezzel több szabályozás változott és került bevezetésre. Ezekről a Pécsi Jogi Kar dékánja tájékoztatta az érdeklődőket. Életbe lépett az új munkatörvénykönyve júliustól. A változásokról tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A törvényben világosan látszik az a jogalkotói szándék, hogy július 1-től ne kényszerítse a feleket, azaz a munkáltatót, munkavállalót szerződés módosításokra, és azt sem célozta az új törvény, hogy mondjuk a kollektív szerződések, hogy mondjam, azonnali módosítását kényszerítse ki a felektől. Tehát ilyen teendőket, hogy úgy mondjam, nem hoz magával az új MT. Ami meg a megítélését illeti, hát az természetszerű, hogy mindenki a érdekállása szerint ítéli meg ezt a szöveget. Hát nyilván a szakszervezetek megítélése az egy sajátos szempontú megítélés, a munkáltatói oldal megítélése egy másik sajátos szempontú megítélés. Én szerintem azért néhány hónap múlva letisztul egy kicsit ennek a törvénynek az értékelése, ami egyébként az én véleményem szerint nem annyira szélsőséges, mint ahogy ezt a sajtóban nap mint nap halljuk. Szóval ez a rabszolgatörvény címke szerintem igazságtalan. Tehát ez nem egy ilyen törvény. A változások érintik a kis- és középvállalkozókat is. A kis- és középvállalkozások, mondjuk inkább azt, hogy a kisvállalkozások számára a törvény alapvetően azt célozta, hogy ahol lehetett, igyekezett egyszerűsíteni a munkaszerződés, illetve a munkajogviszony szabályait. Tehát például mondjuk a szerződések körében kevesebb a szerződés kötelező tartalmi eleme, a munkaidő, illetve a munkaidő beosztása, vagy a munkaidő keret alkalmazása tekintetében egyszerűbbek lettek a szabályok. Az MT számos olyan úgynevezett atipikus munkajogviszony fajtát legalizál július 1-től, amelyik kifejezetten a kisvállalkozások számára nyújthat esetleg foglalkoztatási lehetőségeket. Az is kétségtelen tény, hogy számos esetben a törvény olyan szabályokat tartalmaz, amelyek a munkáltatói oldal hátáról terheket vesznek le, és ezek azt gondolom, hogy a kisvállalkozások számára lényegesek lesznek. Hogy mondjak egy példát, mondjuk a munkaviszony úgynevezett jogellenes megszüntetésének a következményei tekintetében az eddigi rendkívül súlyos, aránytalanul súlyos, valljuk be, munkáltatói terheket csökkenti az MT, lényegesen csökkenti, azaz mondjuk sokkal kisebb a kockázata egy kisvállalkozás általi jogellenes munkaviszony megszüntetésnek, mint eddig volt. Tehát azt gondolom, hogy összességében a kisvállalkozások számára kedvezőbb a mostani MT, mint a korábbi MT. Berke Gyula azt mondja, egy külön fejezetben foglalkozik a törvény az egyes munkaviszonyok típusainak szabályozásáról. És ebben olyan munkaviszony fajtákat kodifikál a jogalkotó, amelyek eddig nem voltak ismertek a magyar munkajogban. Például ilyen az, hogy több munkavállaló láthat el egy munkakört egymás között megosztva, egy munkáltatóval szemben, egy munkajogviszonyban. Vagy ilyen az, hogy egy munkavállaló több munkáltatóval is szerződhet egy munkaviszonyban, azaz egy munkaviszonyban a tevékenységét több munkáltató javára is elláthatja. Vagy ilyen például a munkavégzés behívás alapján elnevezésű konstrukció. Tehát az meg olyan munkaviszony, ahol a munkaidő nincs előre beosztva hosszabb időre, hanem a feladatok, a munkáltatói tevékenység felmerülésétől függően, attól az igénytől függően lehet a munkavállalót behívni munkavégzésre. Ezek nagyon, hogy mondjam, rugalmas foglalkoztatási módok, amelyek biztosan jó néhány kis vállalkozás esetében lehetőséget adnak sajátos foglalkoztatási módok megtalálására. Az új munkatörvénykönyv a szakember szerint növeli a vállalkozások versenyképességét.
Igen, azt gondolom, hogy ezt összességében el lehet mondani. Itten különösen nyilvánvalóan a kis és középvállalkozások versenyképességéről van szó. Ugyanakkor azonban a versenyképességnek, hogy úgy mondjam, ez csak az egyik oldala. Az is egy érdekes kérdés volna, hogyha azt vizsgálnánk, hogy mondjuk a magyar munkajogi szabályok a magyar vállalkozásoknak mondjuk az európai vagy közép-európai versenypozíciót itt hogyan érintik. Azt gondolom, hogy a törvénynek pusztán az a sajátosság, hogy a munkáltatói terheket jó néhány esetben csökkenti, illetve a gazdálkodással járó kockázatokat jó néhány esetben másként osztja meg, mint eddig az MT, azaz nem telepíti teljesen a munkáltatók hátára. Nos, ezek az intézkedések szerintem a magyar gazdaságnak közép-európai, európai pozícióit is, versenypozícióit is lényegesen befolyásolják, mert azért azt valljuk be, hogy a tagállamok között ebben a tekintetben jó néhány kérdésben szabályozási verseny folyik. Nyilvánvalóan a tőkevonzás, a beruházások iránti érdeklődés növelése érdekében ezt csinálja egyébként minden tagállam Közép-Európában is. Tehát, hogy lássuk, ugye Romániában, Csehországban, Szlovákiában ebben az időszakban alapvetően új munkajogi szabályok léptek hatályba. Új szakképzési törvény lépett életbe ez év januártól. A változásból adódó feladatokról beszélt a Kamara szakképzési osztályvezetője. Szó esett még a nyári tennivalókról, illetve a Kamara szerepéről a szakképzésben. A Kamarában folyó szakképzési munka elmúlt 4 évét értékelte a szakképzési bizottság nemrég. Igen, meghatározó számokat tudott ez a bizottság a kamara vezetésének elmondani, miszerint körülbelül 250 millió forint állami támogatás volt az, amit a szakképzésben ezen idő alatt felhasznált a kamara szakképzési osztálya, 7 tanácsadó és 2 adminisztrátor segítségével végeztük el a következő feladatokat. 6000 tanuló szerződés volt a rendszerben, ennek a megkötése, megszüntetése volt ebben az időszakban. Több mint 500 cég volt az, aki jelen pillanatban tanulót tart, de több mint 1000 cég fordult meg a rendszerbe, akik beléptek, illetve közben megszűnt a cég, vagy megszüntették a tanuló gyakorlati képzést, vagy éppen átmenetileg szüneteltetik. Körülbelül 1000-1200 gyakorlati helyet ellenőriztünk ebben az időszakban. A szintvizsgákon 3500 tanuló tett bizonyságot a fél éves időszakban a gyakorlati tudásáról. Ez több mint 300 szintvizsga volt ebben a 4 évben. És körülbelül 500 vizsga volt évente az, tehát körülbelül 2000 OKE szakmai vizsga, ahova a kamara vagy tagot, vagy pedig elnököt delegált ebben az időszakban. Csíkfalvai Ágnes azt mondja, a kormány komoly szerepet szán a kamaráknak a szakképzés terén. Ez a feladat bővülni fog a következő szeptembertől, mert most már nem csak a tanuló szerződéseket kell a kamarának nyilvántartani, amit a cég és a gazdálkodó köt, hanem az együttműködési megállapodásokat, ezeket az iskola köti a céggel, ahova tanuló kijut. Rövidebb idejű együttműködési megállapodással kötött szakmai gyakorlatra, és új területekkel is belépnek. Szeptembertől a szociális, az egészségügyi és a pénzügyi területen új területként kötjük az együttműködési megállapodásokat és tartjuk nyilván, de 2013. szeptemberétől már itt is a tanuló szerződések kötése és nyilvántartása is kamarai feladat lesz. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gyakorlati képzőhelyeket, azokat a cégeket, ahol bármilyen formában, akár tanuló szerződéssel, akár együttműködési megállapodással, szociális, egészségügyi, pénzügyi, ipari, kereskedelmi szakmába a kamara egy egységes nyilvántartással számon tartja, és folyamatosan ellenőrzi, hogy megvannak-e azok a feltételek, amik a gyakorlati képzéshez szükségesek. Személy tárgyi feltételek mellett nagyon fontosak a balesetvédelmi feltételek is, hiszen nem mindegy az, hogy a gyerek milyen körülmények között tanulja meg a szakmát.
Januártól lépett életbe az új szakképzési törvény. Ez előírja, hogy a szakiskoláknak tájékoztatnia kell a tanulószerződés megszűnéséről a vállalkozásokat. Ez alapján kell a vállalkozásoknak is eljárniuk. Csak azon a napon lehet a vállalkozásnak megszüntetni a tanulószerződést, amikor a vizsga volt. Ezzel ellentétes napon megszüntetett tanulószerződéseknél a cégnek önrevíziót kell végezni, hiszen a normatív elszámolásban nem helyes az elszámolás napja. A normatív elszámolást január 1-től vezették be a vállalkozásoknál. Nagyon nagy feladata és munkája volt abban a kamarában, hogy elérjük azt, hogy a vállalkozásoknak ne egy évre előre kelljen megelőlegezni azokat az összegeket, amit a tanuló gyakorlati képzésére fordítanak, hanem most már a normatív rendszerben minden hónapban az úgynevezett TB elszámolással, tehát a járulék elszámolási lapon ezt megtehetik, tehát havi elszámolással hívhatják le az állami támogatást, és vehetik igénybe a saját szakképzési hozzájárulások csökkentését, illetve amennyiben a saját keretüket túllépik, akkor a visszaigénylést is következő hónapban megkapják. Vagyis nem kell egy évre előre betenniük a pénzt, mondja az osztályvezető. Változás még, hogy az eszközigényes szakmák nagyobb anyagi támogatást kapnak a szakképzésben. Jelen pillanatban a legnagyobb összeg a gépipari szakmában egy tanuló után egy évre 570 ezer forint, az alsó határ pedig 280 ezer forint. Szeptember 1-ével ezt a normatívát emelik, hiszen bebizonyított tény, hogy nemigen fedezi a tényleges költségeit a vállalkozásoknak, és a kormányzat, miután a duális képzés kialakítását a szakképzési stratégia kiemelt feladatának tekinti. Ezért átgondolt ezt a helyzetet, a kamara és a vállalkozások visszajelzését, és egy jelentősebb emelést hajt végre most évközben a normatív támogatásoknál. A várható összeg az egy jó 10-15%-os emelés lesz nagyjából szakmánként. Különösen a közlekedési szakmák voltak azok, akik elég hátrányos helyzetbe kerültek a normatív elszámolásnál, és ezeknek a helyretétele is most megtörténik ebben a törvénymódosításban. Nemrég döntött a parlament arról, hogy a közismereti tantárgyak csak a tananyag egyharmadát tehetik ki a szakképzőiskolákban. Azonban sok fiatal ismereti hátrányban, vagy éppen az alapvető írás-olvasási készségek elsajátítása nélkül hagyja el az általános iskolát. Nekik segít két program a felzárkózásban, hogy sikeresen részt vehessenek a szakmai képzésekben. Ezt a kormányzat is érzékeli, és valószínű, hogy ezért vezette be a Híd 1 és a Híd 2 programot, ami azt jelenti, hogyha valaki úgy kerül ki az általános iskolából, hogy még igazán a 8. osztálya sincs meg, akkor a Híd 1 programba pótolják azokat a hiányosságokat, és tulajdonképpen előkészítik egy szakmai képzésre azzal, hogy a 8. osztályt elvégezheti. A Híd 2 programba pedig azok a 8. osztályt végzett tanulók kerülhetnek, akik igaz elvégezték a 8. osztályt, de az írás, olvasás, számolási alapkészségük igen-igen gyenge, tehát ők kapnak még egy évet arra, hogy ezeket a hiányokat pótolják, és a pótlás után kerülhetnek be a szakképzésbe. Az osztályvezető azt is elmondta még, hogy ez évben kiírják a decentralizált pályázati keretet a szakképzésben résztvevő vállalkozásoknak. Ez 5 milliárd forint, amire például gépbeszerzéssel lehet majd pályázni. A kamara egyébként segíti a pályaválasztást is, ezért üzemlátogatási sorozatot szerveznek a 8. osztályosoknak és tanáraiknak augusztustól. Minden évben kétszer készítenek Európában konjunktúra felmérést a kamarák, ebben aktívan részt vesznek a hazai szervezetek is. Baranya megyében az elmúlt 13 évben tavasszal és ősszel vizsgálták a vállalkozások helyzetét és várakozásait. Idén áprilisban megszületett a tavaszi felmérés eredménye. Minden évben kétszer végez konjunktúra felmérést a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Tagjait kérdezi meg a Gazdasági Érdekvédelmi Szervezet. Tavasszal 239-en válaszoltak a kérdésekre. Veller János azt mondja, ez alapján elemezték a baranyai helyzetet. Először is azzal kell kezdeni, hogy 2009-ben volt egy válság,
ENSZ országon is megjelent, egyes megyékben, régiókban lényegesen mélyebbre zuhantak, mint Baranya megye. Itt nyilván a fejlett iparra rendelkező megyékre sújtott a válság nagyon nagy arányban. Ők viszont egy év alatt kilábaltak ebből, ez nálunk is bekövetkezett valamilyen szinten, de az elmúlt év őszén hasonló mélységbe, sőt még annál is mélyebb szintre zuhant vissza a mutató, nem csak Baranyában, hanem országosan is. A változás annyi volt, hogy növekedés következett be idén tavasszal, az országos mutató közel 10% ponttal javulva, plusz 10-et megközelítette, a regionális mutató, tehát a Dél-Dunántúl mutatója pedig 14% fölötti növekedéssel elérte a nulla fölötti eredményt már, tehát már a válaszadóknak a több mint a fele pozitívan nyilatkozott a helyzetéről. Ugyanakkor Baranya megyében alig változott valami. A tavalyi negatív rekord a közel 39% után, most egy 37,9%-os, mínusz 37,9%-os eredmény született. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak a kétharmada rossz körülmények között, rossz feltételek mellett és nagyon rossz várakozások mellett működik, egyre több problémával áll szembe. Elsősorban most, hogy mi az okokat keresik, hogy miért következett ez be. Ezért készítettük el a különböző összetétel szerint, tehát elemek szerinti vizsgálatokat is. Meg kell állapítani, hogy a összetett mutató, összesített mutatónak az ilyen száma mellett, hogy kismértékben ugyan javult, de valóságban rossz, azt kellett tapasztalnunk, hogy három mutató továbbra is romlott, és öt mutató ugyan javult, de ez az öt mutató mind a jövővel foglalkozik. Tehát amikor megnéztük a jelen jövedelmezőséget, akkor azt kell, hogy minden korábbinál rosszabb eredmény született, tehát a vállalkozások többsége nagyon rossz jövedelmi viszonyok mellett dolgozik. Ugyancsak romlott az üzleti helyzetre vonatkozó mindkét mutató, tehát mind az elmúlt időszakra vonatkozó üzleti helyzet, mind a várakozás. Ez pedig igen kemény ebben a rendszerben, hogy várakozása sincsen már az üzleti helyzetét tekintve. Kiszolgáltattak a baranyai vállalkozások, tisztességtelen verseny folyik sok esetben, nagyon nehéz megrendelésekhez jutni, és ha hozzáteszek, hogy például elmúlt héten vita volt itt Pécsváros közétkeztetésével kapcsolatos eredményhirdetés kapcsán, hogy nem helyi, hanem külső vállalkozások jutottak lehetőséghez. Ugye ez megjelenik ebben a mutatóban is, hogy nem jutunk munkához, vagy ha jutunk, akkor csak harmadik, negyedik, ötödik alvállalkozóként valahol a sor végén. Bár gondolom, hogy ezt a közétkeztetést csak Budapesten fogják megoldani, a vállalkozás budapesti, majd talál magának helyi alvállalkozókat, akik a feladatot ellátják, csak a jövedelem megy el a térségből. És az, aki itt dolgozik, alacsonyabb jövedelem mellett, kisebb jövedelmezősége, és azzal a veszéllyel, hogy lehet, hogy a végén még ki se lesz fizetve. Ezt ugye tapasztaltuk elsősorban az építőipar területén a múltban, de szolgáltatásoknál is egyre gyakrabbi, hogy a alvállalkozók nem, vagy csak ritkán jutnak a pénzükhez. Akkor az elsődleges az, hogy ragaszkodni a helyi vállalkozókhoz, a döntéshozókat meggyőzni arról, hogy ha helyben bízzák meg a különböző feladatokkal a helyi vállalkozót, akkor a régió is jobban jár, és hát ez mindenkinek csak jó lehet. Igen, persze egyértelműen ez se oldja meg a problémát, mert Magyarországon, tehát a probléma a belső viszonyokból adódik, nagyon alacsonyabb a belső fogyasztás, stagnál a fogyasztás már évek óta, nagyon nehéz Magyarországon megrendeléshez jutni. Nem könnyebb a helyzet persze külföldön sem, de aki külföldön munkához jut, épp az exporttal kapcsolatos vizsgálataink mutattak erre rá, ahol van export, de nem haladja meg az 50%-ot, ott kedvezőbbek az eredmények. Ugyanis, hogy ez egyértelműen jelzi, hogy két piacon van jelen, a hazain is, meg a külföldön is, és vannak megrendelések, és ezeket egymással kiegészve tudják a vállalkozások működtetni, tudnak megfelelőképpen produkálni, és megfelelő jövedelmezőség mellett tudnak dolgozni. Tehát ez mindenképp kedvezőbb. Tehát nyilván azt jelenti, hogy csak önmagában egy belső piacon
lenni, nem jelent garanciát, hogy hosszú távon jól fog működni. Különösen akkor, amikor arról beszélünk, hogy árversenyben a helyi kis és mikrovállalkozások hátrányban vannak, amikor a verseny során ugye a fizetésképtelenség áll be sokszor, nem kellő időben, vagy egyáltalán nem kapnak fizetést, ez mind-mind hátrányt jelent ennek az ágazatnak helyben is. És ugye ehhez hozzá tartoznak a helyi terhek is. Nem kevés az az adómennyiség, amit helyben fizetni kell, és az elmúlt évben már megjelentek azok az építményadók, telekadók, aminek a összegei az idejében még magasabbak, és ezek bizony az első fél éves felmérésünkben, áprilisban már egyértelműek voltak, mert márciusban már be kellett fizetni az első részletét, ezek is visszatükröződnek ebben a negatív adatsorban. Az augusztus 10-i hétvégén tartják a Szentlőrinci gazdanapokat. A szervezők közel 400 kiállítót várnak idén a rendezvényre. A vásáron mezőgazdasági gépek és termékek, valamint állatbemutatókkal várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 10-től 12-ig. Augusztus 10-től újra Szentlőrincre várják a mezőgazdászokat, termelőket, kereskedőket és persze az érdeklődő látogatókat. Ugyanis a 19. Szentlőrinci gazdanapokat rendezik a településen. Közel 400 kiállító partnerünket várjuk, ezek természetesen a gépkiállítók köréből a technológiai, a takarmányipar, a növényvédelem, a műtrágyagyártás, az állattenyésztés, kisállat, hobbi állattenyésztés, tehát minden szektorát, ahogy ezt a gazdanapok látogató közönsége talán megszokta tőlünk, és el is várja tőlünk az idei augusztusban is, úgy érezzük prezentálni, tudjuk, hogy reméljük hasonló jó időben, mint ami most van, mert azért ez nagyon kellemes lenne. Programjaink is lesznek, építkezve az előző évekre. A megnyitó napján a dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár úr fog agrárfórumot tartani szakmai témában, tehát oda szokott és várunk is sok érdeklődőt, érdekes témakörök lesznek, majd nyilván a újságokban lévő részletes meghívó ezt taglalni fogja, én nem akarnék ebbe belemenni. Ezen kívül méhészeti szaknap fogja várni azokat, akik méhészkedni kívánnak, és ez lesz a két ilyen szakmai panelja a vásárnak. Ez kiegészül még egy a megnyitó napján egy nemzetközi üzletember találkozóval, ami idén először kerül megszervezésre, de reméljük, hogy nem utoljára. Annak is van számos bejelentkezett érdeklődője már. És hát így, hogy a pénteki napunk így eltelik így mondjuk így a szakmaisággal és a szombat délelőtt ilyen szakmaisággal telve. Szombaton már kapcsolódunk a különböző hagyományainkhoz, a díjugrató versenyhez, és új elemként vasárnap a Szentlőrinci Vágta néven a Nemzeti Vágta előfutamában szurkolhatnak a versenyzőknek a lovas barátok és az az érdeklődő közönség, akinek ez egy kellemes programot fog kínálni. De lesznek szórakoztató programok a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Emellett termékkóstolók, állatbemutatók, a lovaktól egészen a hobbi állatokig. A mezőgépek bemutatója sem maradhat el. A gazdanapok jövőjéről a rendező cég vezetője beszélt. Februárban megkötöttünk egy újabb 10 évre szóló szerződést az önkormányzattal, ami nem csak azt jelenti, hogy ők engedélyt adnak a telephelyen vagy ezen a vásár területen, hogy mi továbbra is szervezhessük ezt a vásárt, hanem azt is, hogy mi vállaljuk. Hiszen a dicsőség 19 éves, de az infrastruktúra is. Karámok itt-ott rogyadoznak, itt-ott fösteni, javítani, kicserélni, tetőcsere, azt pedig mindannyian tudjuk, hogy ha itt végignézünk ezen a telephelyen, hogy csak egy fűnyírás is mennyibe kerül. Tehát mi ezt vállaltuk azért, mert töretlen az érdeklődés. Rettegtünk a válság alatt, hogy talán, mint ahogy otthon a háztartásban a fodrászom, meg a műkörmön spórolunk, itt meg a gazdák, vagy azok a kiállítók az ilyenfajta luxuson fognak spórolni, de ez hála Istennek nem jött be. Tehát teltház van, igazából úgy érezzük, hogy a fele hirdetés is elég, hiszen országos lefedettségű, külföldről is jelentős az érdeklődés, ha nem csak Horvátország, hanem Ausztriából, Németországból is vannak, és megvan egy olyan törzsközönség, akinek úgy tűnik, hogy ez a vásár bejön.
ez a gazdanap, ez nem a fő profilunk. A vállalkozói központ 20 éve foglalkozik vállalkozás finanszírozással, tanácsadással, vállalkozás fejlesztéssel. Hát most a legnagyobb programunk a kombinált mikrohitel és a mikrohitel programok. Hát ha az mond valamit, hogy a gazdasági válság ideje alatt 1,5 milliárdos hitelportfóliónk van. Annyit tudtunk kiadni mikro és kis vállalkozóknak. Jelenleg is egy nagyon népszerű program fut, és az ügyfelek is igazából ismernek bennünket, tehát ez a fő tevékenységünk. A gazdanap az ránk ragadt, egy külföldi tanácsadó segített nekünk annak idején, amikor az Európai Uniós pályázatok elindultak, és ő javasolta, hogy csináljunk ilyen farmer show-t, na ez lett ebből. És ugye amikor az első, második, harmadik úgy nagyjából beindult, akkor pályáztunk a pavilonokra, akkor fejlesztettük ki így ezt a telephelyet. Hogy miből? Hát saját forrásból. A többi ilyen mezőgazdasági válság, ha mondom azt, hogy Bábolna, Hódmezővásárhely, Debrecen, mindegyik mögött ott áll a rengeteg állami támogatás, és ott állnak a szakma, és ott áll az a mezőgazdasági intézményrendszer, vagy rendszer, ami ezt könnyedén finanszírozza. Mi egy alapítvány vagyunk, és minket nem is támogatnak. Tehát igazából, amit a többi programunkon nyerünk, és nagyon hatékony, nagyon takarékos gazdálkodással ezt tudjuk itt produkálni. De most jön az, ha jön a háromnapos esővége a világnak. Hiszen annyira ki vagyunk centízve, hogyha mondjuk 500 látogatóval kevesebb, az már nem fedezi a közel 40 milliós költségvetést. Vagy a kiállító mégse fizet, vagy jön egy káresemény, gondoljanak bele egy balesetbe, ami volt 2010-ben, hogy egy állat vagy egy ló valakit megrúg, vagy akármi történik, amiért felelősséget kell vállalnunk. Összesen 3 dolgoznak a Szentlőrinci gazdanapok szervezésén, mondja Sigora Irma. Nincs külön menedzsment, vásár adminisztráció. Így tudják ezt a projektet a mai napig hatékonyan fenntartani. Ezzel véget ért magazinunk friss gazdasági hírekkel, információkkal. Legközelebb augusztusban jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!